Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt a Reflektor fény nevű sorozatomnak a következő része, és megkísérlem a lehetetlent igazából tovább játszani ezzel a hatalmas házikóval, és ezzel a túl zsúfolt világgal. Képzeljétek el, hogy végre sort kerítettem arra, hogy beköltöztessem az általatok készített címeket ebbe a világba, amit a Reflektor fény hashtaggel küldtetek be nekem. Nem garantálom, hogy minden szín bekerült, fogalmam sincs, mert egy idő után elvesztettem a fonalat, hogy kit költöztettem be, és kit nem, de nagyon-nagyon igyekeztem, és attól még, hogy esetleg a szímetek be van költöztetve a világba, sajnos nem biztos, hogy találkozunk vele, de tartsátok őket szemmel, hát, hogyha meglátjátok a játékomban a saját szímeiteket. Nem tudom, miért pörgetem most. Ja, azért, mert alszanak. Hups, ez lehet, hogy nem árt. És Macy alszik a kis sleeping podjában, amit tök király, mert elég gyorsan feltelik a kis energiája, aztán úgy látszik, hogy el kell érni a 3-as fitness skill, de szerintem az már megvan nekünk. Igen, pont megvan, szóval nem lesz problémánk a meghallgatással. 9-kor megyünk kedden, ami azt jelenti, hogy holnap reggel, az mindjárt itt van, remélhetőleg megkapjuk a szerepet, és végre el tudunk menni színészkedni innen is, ugyanis attól még, hogy nagyon gazdagok vagyunk, Macy nem adta fel a színészi karrierjét és az elmeit, hiszen ez a sok-sok pénz, ami itt hever ebben a házban, az nem csak az, sőt, egyáltalán nem az övé, hanem Damien-é, úgyhogy nagyon szerencsésnek mondhatja magát, hogy még mindig itt lakhat, és nem tudom, hogy hány pontjuk van ezeknek a kedves kis fiataloknak. Macynek egész sok. Nagyon ügyesek vagyunk. És meg kéne vennünk azt, hogy olcsó legyen a számla, mert sajnos hatalmas házban nagy számlák érkeznek. Király. Szóval ez nagyon-nagyon hasznos lesz. És megpróbálom megvenni a többiekkel is ezt, hogyha összegyűlik annyi pontjuk. Mit csinálunk egyébként, hogy hívják el? Hogy hívják őt? Paulu. Már emlékszem. Nem is tudom, hogy minek álltunk neki Paolóval, mit kéne csinálnunk, vagy mi az ő szerepe ebben a házban. Majd kitalálom. Annyira régen volt az utolsó rész, ugye az utolsó részeket még decemberben vettem fel, és nem igazán tudom, mi történtek akkor. Tudom, hogy nagyon-nagyon rossz volt partit rendezni ebben a házban, mert nagyon szétszóródtak a vendégek. És egyébként valaki kommentálta, hogy miért nem próbáltam meg velük is teljesíteni ezeket a dolgokat. Nem tudom, figyeltétek-e, hogy egyébként őket is ugyanúgy elküldtem táncolni, mert mint Damienéket, amikor flörtölősnek kellett lenniük, akkor őket is flörtölőssé próbáltam változtatni, szóval igazából ez a tanács annyira nem volt jó, mivel velük is csináltam a dolgokat. Hé, ez a szőnyeg nincs középen? Itt valami nem stimmel. Nagyon előre van húzva az a kanapé, úristen, ezt majd ki kell javítanom, mert most rendentően fog zavarni, de egyelőre ezt nem fogom megcsinálni most. Damien alszik, úgy látszik elég sokat, ezután vesz egy fürdőt, lemegy eszízni valami finomat, aztán szerintem egy kicsit szocializálódhat a Butlerrel, hogy ő örüljön, és rendesen végezze a dolgát, mindenképp meg kell dicsérnünk. És akkor tényleg csinálja majd a dolgát, mert elvileg ellustulnánk, hogyha ezt nem tesszük meg. Vagyis nem elvileg, hanem konkrétan nekem mindig nagyon lusták voltak a butlereim. Management. Nem rúgjuk ki. Ura vagyok a helyzetnek, ne aggódjatok. Szóval az én butlerjeim soha nem fűztek, nem kertészkedtek, nem takarítottak rendesen, szóval most igyekszem erre figyelni egy kicsit. Discuss fashion. Kell valamit csinálnunk a munkánkhoz? Discuss fashion, szóval ez tök jó lesz, ha ezt megcsináljuk a butlerre. Macy nagyon fancy néz ki, tök király. Interview Salma. Tök menő, hogy Salmának hívják. Az még jobb lenne, hogyha az lenne a vezeték neve, hogy Szína. Ugoszép. Úgy látszik, nincs több Discuss Outfits téma itt. Interjú. Na jó, akkor próbáljuk Macyvel. My choice is friendly. Compliment style. Az nem volt jó. Discuss fashion.
Jó, Szalma örül nekünk, amit a király. Mi szívvel megcsinálnunk kéne valamit, ami fenntartja a hírnevét. Nehogy megint elveszítsük. Damien szerintem ez annyira nem érdekli. Mármint ez a hírnév dolog, szóval engem nem zavar, hogy ő nem híres. Neki most már bejött az élet, megnyerte a lottót. Egyébként a karrierjében sikeres, szerintem. Szóval ez csak ilyen nagyon kis plusz lenne. 6 óra múlva dolgozunk, és remélhetőleg elő fognak léptetni minket, ami azt jelenti, hogy 6-os szinten leszünk. Még Paolóval is beszélgetnünk kéne a divatról. Hol vagy, Paolo? Mit csinálsz te ott, úristen, te csalod Damien Macy-vel? Ez nem szép. Húzás a saját ágyadba. Ja, az a saját ágyuk. Ups. Ciki. Látszik, hogy régen játszottam. Oké, Paolo, tisztáztad magad, sem igaz. Maga biztos is amiatt, hogy sikerült bizonyítani az igazát számomra. More choices friendly compliment style. Ez nekünk nem lesz jó. Discuss fashion. Gyorsan-gyorsan ezt elintézzük. Most lejön hozzánk. Nagyon rendes gyerek ez a Paolo. Nem kellett felsétálnunk. Ezt ki kéne takarítanod, Butler? Miért ülsz még itt velünk? Jó, teljesítettük a napi feladatunkat, tök jó. Szerintem nézzünk egy filmet. Watch movie with Paolo. De mindjárt megnézzük, hogy mit akarunk nézni. Ez jó lesz. Igazából Macy is nézheti, sőt, én benne vagyok abban is, hogy a Butler is nézegesse velünk. Nézegesse? Nézze velünk a tévét. Mondjuk az annyira nem tetszik, hogy ő leülhetett középre. Na, végre sikerült rákattintanom, hogy üljön le. Szit. Nem akart előjönni ez az opció. És a malackáim most nem tudom, mit csinálnak a háttérben. Ó, cukiskodnak, futkorásznak. Nagyon gyorsan futkorásznak. Ennyi volt ez a film? Oké. Nem értem, mi történt. Bocsánat, nem néztem mindegy másodpercre, mert ellenőriztem a putkokat. Jó, tudom, egy kicsit megszállott vagyok a tengeri malacaimmal, de... Használd. De mivel még egészen újak, és még csak pár videót csináltam igazából, úgyhogy ők itt vannak, ezért még nem tudok eltekinteni tőlük. Sajnos igazából sok videót csináltam, mióta itt vannak, viszont mindegyiket egy napon vettem fel, tehát igazából pár perc telt el. Nekem ezért nagy szám, még nektek meg már azért nagyon unalmas. Bizony. Mert ti már napok óta hallgatjátok valószínűleg. Nem megyünk a meghallgatásra? Nem, még táncolunk. 9 órakor fog kezdődni, mert csak fél óra, szóval Macy lassan készülhetsz. Miért szeretnek amúgy a Sims-ben a szimek ennyire táncolni, hogy mindig automatikusan maguktól táncolni mennek. Itthonról dolgozzunk. Summit Column. Azt feltételezem, hogy a számítógépnél kell megcsinálnunk, szóval levadászok egy számítógépet itt. Jaj, csak lenni kezdek Damien irodájában. Web? Talán. Research? Nem. Socialize? Nem. More choices. Csak meg lesz career. Ez az publish column. Remélhetőleg ez akar lenni. És a hírnév pontot is ad számunkra, ami tök jó. Aztán mindjárt kiderül, hogy ez számít-e. Igen, és kaptunk érte fizetést, ami tök jó. Macy spotlight is fading. De mindjárt megyünk dolgozni, azzal elvileg nőni fog ez a kis spotlightunk, remélhetőleg. Meddig tart ez még? Ez ki van írva, hogy meddig tart, vagy csak azt, hogy mikorra kell menni, csak azon ide írva, hogy mikorra kell menni. Ez nekünk nem jó.
Ez az Paolo fejlődött a táncolásban, tök jó, energizálva érzi magát, viszont én úgy gondolom, hogy aludhatna egy kicsikét. Damien pedig nem végzett a munkával, azért ezek az otthoni munkák elég könnyűek, hogy úgy mondjam. Tehát elvégezzük fél perc alatt, és megkapjuk a napi fizetésünket érte. Ez egy jó biznisz, én is szeretnék otthonról dolgozni. Így meleg van egyébként, nem hideg. Arra gondoltam, hogy úszhatnának egyet a medencében, vagy csinálhatnának valami érdekeset, de végül is Hogy hívják ezt? Agyfagyásom van. Jacuzziban is csinálhatnak dolgokat. Oké, Macy megkapta a szerepet, amit tök király, gyorsan jöjjön haza, menjen el mosdóba. Use and massage, oh, wow. Úgy látszik, Paolo nincs benne be a buhúba, mert éppen alszik. Sziasztok, Paolo. Nem érünk rá egész nap. Kell valamit csinálnunk a munkahelyünkre. Még nem, mert lesetelt a munkaidőnk. Jól van. Mikor lesz a felvétel? Ó, fitness skill-t kell fejleszteni, úgyhogy gyorsan bejövünk ide. Energized workout, és utána az acting skill-t. Ezen majd rajta leszünk. Na, aludd ki magad, Paolo, mert Damien unatkozik nélküled. Kellemetlen dolgok ezek, de sajnos előfordulnak. Lehet, hogy jobb ágyat kéne kapni, nem csak jól kinézőt, hanem jobb minőségűt is. Paolo, kérlek, ennyi alvás elég lesz, jó? Már nem tudtam megvárni, gyere ide. Go here. És wuhú, vidd Damien. Végre. Macy megint elvesztette a hírnevét. Ez szomorú, nagyon gyorsan vesztik a szímek a hírnevüket, még így is, hogy egyébként folyamat mennek dolgozni egy ilyen karrierben, hogy színészkedés. Azért a színészek annyira nem szokták elveszteni ezeket a dolgaikat. Most persze biztos teljesen ki van akadva Macy. A malacaim is ki vannak akadva. Halljátok, ahogy elégedetlenkednek a háttérben? Morognak minden. Ó, oh, Jézusom. Nagyon hangosan futkorásznak. Ó, elég gyorsan végeztetek a wuhúval, vagy nem is wuhúztatok? Szerintem nem wuhúztatok, szóval szedjetek össze magatokat, fiaim. Ezt eltesszük a hűtőbe. Ezt így megbeszélték, gyorsan. Miért arra mentek? Amúgy, fiúk, tudjátok, hogy itt így be lehet menni így egyenesen? Csak segíteni próbálok, ne vegyétek sértésnek. Tök vicces, hogy mind a ketten fecskében vannak, vagyis hát ugyanabban a fürdőruhában. Ó, ez mennyire romantikus így kinézni egy ilyen jacuzziból. Várjatok, szép képet kell csinálni róluk. Jéj! Amúgy el tudják jegyezni egymást? Jó? Itt egy kicsit felforrósodott a levegő, nézzük meg, mit csinál Macy. Ó, alszik. Rendkívül érdekes. Nem szeretem nézni, ahogy wuhúznak a szimeim amúgy. Nem tudom, miért fura vagyok, de nem szeretem nézni. Úgy érzem, hogy betolakodok az ő kis privát szférájukba, és hogy ezt nem azért csinálják, hogy engem szórakoztassanak. Szóval tiszteletben tartom a kis dolgaikat. Nagyon flörtölősnek érzik magukat most ettől. Amint a király egyébként, nagyon romantikus ez a jacuzzi, hogy még gyertyák is vannak, meg minden. Passionate kiss, romance, more choices, propose. Oh, várjatok, inkább Paolo jegyezze el Damien-t. Viszont nagyon kell pisilnie, szóval lehet, hogy előbb elengedjük mosdóba. Use and massage.
Menjél már, Paolo, menjél. Damien megvár, mondjuk valami jó kilátással levő helyre kéne mennünk eljegyezni egymást, szerintem. Ott pont jó lesz, ahova küldtem az előbb. Damien, Damiennek nem kell pisilni? De ő is egy kicsit rosszul van. Nem akarunk átmenni Vanessa-hoz. Hé, fiúk, mindenki ide jön. Mindenki. Gyerünk. Kicsit beakadtak ott. Oké. Állítsuk meg. És mondjuk azt, hogy more choices. Romance. More choices. Propose. Yay! Remélem sikerülni fog. Oh. Várjatok. Képeket kell csinálni, természetesen. Mondjuk itt annyira nem jó a kilátás, főleg, hogy így elhomályosodott a kép valamiért. Így jó. Oh. Nézzétek, de milyen fejét. Tök vicces. Ja, így nem süt a szemünkbe a nap, várjatok. Oh. Imádom őket. Igen mondott. Igen mondott. Milyen lelkesek. Itt amúgy tarthatnánk esküvőt, mondjuk nem egyenletes a talaj, szóval nem biztos, hogy el tudjuk, sőt, nem valószínű, hogy el tudjuk helyezni így az esküvői dolgokat, bár itt felállíthatunk egy ilyen kis, hogy hívják azt? Boltívet. Te mit csinálsz? Macy? Mit csinálsz? Neked dolgoznod kéne a testeden. Jó, a fitness skill megvan akkor. Nem a testeden, hanem a színészi jártasságodon. Gyorsan menj fel a szobádba, ami tele van tükrökkel, és próbálkozz. Bár valószínűleg azokat nem tudod használni, szóval használd mondjuk valahol tuti van még tükör. Azt se tudod használni. Jól van, akkor használd a fürdőszobáit. Itt van ennyi tükör, és az előtt gyakorol, ez nem baj. Praxis acting. Valamiért nagyon rosszul van Damien. Kell neki pisilni, remélhetőleg elintézi magától, bár úgy látom, hogy nem, szóval egy kicsit kézbe kell vennem itt a dolgokat. Use. Oké, aztán kajáljunk valami finomat. Get leftovers. És majd csak utána megyünk el aludni. Sleep. Nem megyünk Illion's Night-ra. Paolo nagyon-nagyon jól érzi magát, neki mi az élet célja. Ja, amúgy is ezt kezdtük el, úgy emlékszem, ezt a kis edzést vele, hogy legalább teljesítsük az élet célját, csak semmi kedvem nincs elmenni vele konditerembe. Hey, hagyd most a vőlegényedet békén, Paolo, mert gondoskodnunk kell a kis szükségleteiről. Macy nagyon gyakorol, hogy állunk a dolgok. Mi az, hogy not started? Helyes. Ó! Oh. Egyik másodpercben még el se kezdtük, aztán már be is fejeztük, tök jó. Tudod mit, Paolo? Beszélgessetek Macyvel egy kicsit. Jó? Hol vagy, Paolo? Itt van. De csak ment Macynek szüksége van társaságra. Ó, kérjük meg, hogy masszírozza meg a kezünket. Ez egy kicsit nagyon Macy-s. Szóval kihasználjuk az embereket, és saját érdekeinkre használjuk fel őket. Mondjuk nem tűnik úgy Macy, mint aki nagyon kényelmesen van öltözve. Csinálunk is egy képet arról, hogy hogyan hajtja igába az embereket, és hogyan dolgoztatja őket magának, mint hogyha ő lenne a hercegnő. Akit ki kell szolgálni, és aki megérdemli. A nagy híresség, akinek még hírnév pontja sincsen. Oké, együnk valami finomat. Hol lehet finomat enni, hol a konyha? Get leftovers. Mi van Paolóval? Ő tök jól van, de elküldhetjük aludni Damien mellé. Macynek nem kell aludnia, nem kell aludnia, ő kialudta magát. Mikor megyünk dolgozni?
A legközelebbi lehet, hogy előléptetnek. Szerdán 12:00-kor este. Szerda éjfélkor megyünk dolgozni. Ez egy elég fura időpont egy film forgatása, de semmi baj. Macy profi, és ezt is meg fogja oldani. Viszont az még 24 óra. Szóval ez nagyon messze van. Tudjátok mit? Elmegyünk egy konditerembe mindannyian, mind a hárman holnap. De várjatok, lehet, hogy Damien nem mert dolgozik. Igen, 10 óra múlva fog dolgozni. Akkor Macy és Paolo elmennek egy konditeremben, és Macy énekelni fog, hogy fenntartsa a hírnevét. Paolo pedig edzeni fog, mert az az élet célja. Ez szerintem jó ötlet. Nekem legalábbis úgy tűnik. Egyelőre a partikkal nem akarok még újra megpróbálkozni, mert a legutóbbi nagyon elvette a kedvemet, de majd kitalálunk valamit. És Macy elérte a második dancing skilljét. Azért elküldöm aludni, csak hogy teljen az idő. Gyere, Macy. Melegszik az idő, pedig egyébként őszon, szóval egyre hűlnie kéne. De valamiért most meleg van. Mennyi pénzük van a kis voltjukban? Macynek 21, Damiennek meg 250. Annyira nem sok, remélhetőleg tudjuk majd fizetni a számlákat. Valaki kérdezte, hogy ki fogja fizetni a számlákat, mivel ez Damien háza, ezért én úgy gondolom, hogy Damien fogja fizetni a számlákat, meg amúgy is neki van több pénze, és hagyja Macyt élősködni. Először gondoltam arra is, hogy talán Macynek be kéne szállni a számlákba, és akkor feles-felesben fizetik, mármint, hogy fele-felében fizetik ezeket a dolgokat, de aztán rájöttem, hogy azzal nagyon sok mindent kéne variálni itt a kis széfekkel, és nem tetszett emiatt ez az ötlet. Térjünk vissza ahhoz, a tervhez, hogy beszélgetünk Paolóval. Kettő. Természetesen megcsináljuk a Fish for Compliments-t, ha megtalálom, ez az. Knock-knock joke. Tell joke about vampires. És remélhetőleg ezzel nagyjából rendben is leszünk így társalgással. Jó. Mi van Damiennel, mikor megy dolgozni, és hogy megy-e dolgozni? Ez a kérdés 3 óra múlva megy. Majd miután elment, akkor megyünk el mi is. Csak hogy biztosan nem maradjon ki a melóból. Mondjuk lehet kéne ennie, meg a mosdóba mennie. Ezt használd. Úgy. És kajáljál gyorsan, mielőtt menned kell. És forróság van össze. Érdekes az időjárás ebben a városban. Meg kell hagyni. A másik szomszédságban állandóan esett az eső. Úristen, előléptettek. Jó, mik leszünk? Szerintem trendsetterök leszünk. Tehát, hogy minket fognak követni. Ez akár a mi irodánk is lehetne. Ez mit csinál? Na, legyünk trendsetterök, ez jobban hangzik. Ez az, amit kaptunk egyébként, most bemegyünk dolgozni, nem itthonról fogunk dolgozni. 901 szimólon bónuszt kaptunk, amit a király. És 1 óra múlva fogunk indulni, azt hiszem. Vagy hogy is, 2 óra múlva. Jézusom, mennyi mindent kell fejleszteni. Egy writing skillt kell szereznünk, 2 karizmát és 1 photo skillt. Jézusom, gather impressions. Ezt hogyan kell csinálni? Talán ezzel. Mindjárt kipróbáljuk. Most úgy látszik, nem leszünk túlzottan felkészülve a munkanapunkra. De nem baj. Find muse. Próbálkozunk. Hát, ha így kell. Nem vagyok benne biztos. Find muse. View.
Őszintén nem tudom, mit kéne csinálnunk most. De majd egyszer úgy is eljövök. Miért nem írja, hogy ezt hogy kell csinálni? Gather inspiration. Lehet, hogy rajta keresztül actions. Vagy a számítógépem. Nem. Várjatok, megpauzézom, mielőtt így elszágult az idő. Social networking, share image, nem. Career. Szerintem ez nem az. Sőt, egyáltalán nem az, de... De próbálkozni ér. Ezt már nem tudjuk megcsinálni, mert el kell mennünk dolgozni. Úristen, most tudnánk hozzáadni? Nem. Futás, Damien, futás, futás, menj el dolgozni, kérlek. Oké, megmondjuk neki, hogy dolgozzon keményen. És neked meg azt mondjuk, hogy travel, travel. Macy. És elmegyünk a helyi konditerembe. Ide. Töltőképernyő. Yeah. Ha. Na mostanában egyre hosszabbak, ugye egyre több dolog van a gépemben. Amúgy Black Friday-kor vettem 11 játékot, meg azóta is vettem vagy 10-et, szóval egy kicsit tele van a gépem. Mindenfélével. Sajnos. Ami nem sajnos. Mert tök jó. Ó, ennyi. Nem is edzettünk, de azért teljesült. Menjünk el Macy-vel dolgozni mindenképpen. Akkor most ez egy hosszabb rész lesz, mert nem akarom megszakítani a részt. Mert ugye az előző felvételt is buktuk a költözés miatt, és inkább ezt mindenképpen szeretném megcsinálni, szóval nagyon-nagyon gyorsan csináltassuk meg a hajunkat, csináltassunk jelmezt, gyorsan Macy, nagyon profinak kell lenned, az a helyzet. Vajon a fodrász és a stylist testvérek, tök egyformán hajuk. Mennyire jó a hajunk! Úristen, de jól néz ki ez Macy-n. Ezt a hajat kéne adnunk neki. Ó, várjatok, nem kéne ennyit pörgetni. Kalózok vagyunk. Oké, practice acting. Menjünk ide. Practice acting. Aztán post Instagram story. Oké. Get notes from the director. Supi, eat food. Érdekes feladat. Ó, ezekből kell lennünk, ez szerintem nem felel meg Macy-nek. Na mindjárt. Meglátjuk. Mert mind csak azért nem felel meg neki, mert hát ő már egy hatalmas villában lakik, és egy komornyik főzi neki a kaját, szóval azért a spagetti egy kicsit olyan alja a kajának tűnhet számára. Gyorsan mindenből risky, risky. Gyorsan túl leszünk ezen a szerepen. Nézzétek, nem nőkkel kell játszanunk ezeket a szerepeket most. Ez nagyon fura. Ezt meg kell örökíteni, mert ez elég ritka. Nézzétek, annyira menők ezek a jelenetek, imádom a színész karriert a játékban, közben a háttérben ott gyakorol az az emberke. Nagyon vicces. Oké, ez sikerült. Ó, ebben is lesz ilyen vámpír jelenet, azok furák. Ez kicsit úgy néz ki, mintha a vámpír lenne, és így elcsábítaná az emberkét. Tök jó a háttér, amúgy imádom ezeket. És egyre jobbak lesznek a jelenetek és a díszletek is a játékban, ahogy haladunk előre. Fúj, megettük azt a bácsit.
Biztos nem örülnek neki, mondjuk, mert így is arany fokozatunk van, szóval nem is kéne ezt megcsinálni, de nem baj. Nem túl jó helyem állítottam meg. Bocsánat, hogy mindenről képet csinálok, de még mindig tartom magam ahhoz, hogy vissza kell majd emlékeznünk ezekre a dolgokra, amikor vége a sorozatnak. Úgyhogy csináljuk csak ezeket a képeket. Egyébként nem tudom, hogy mennyi van belőle vissza, ugye azért még Macy-vel szeretném elérni a max szintet a színész karrierből. Hogy állunk ezzel? 4-es szinten vagyunk, szóval ezért még egy darabig tartani fog, de nem mondom, hogy ez egy ilyen maratoni hosszú sorozat lesz. Tök menő itt ez a kamion. Nem mehetünk még haza? De haza mehetünk, tök jó. Nyertünk egy kis hírnévpontot, meg persze pénzt, ami tök jó. És egyébként elég régóta játszom már most ezzel a résszel, úgyhogy amint visszatértünk a telekre, én elköszönök tőletek. Sajnos nem tud jól időzíteni a játék, hogyha ügyes lett volna, akkor töltött volna be, amikor befejeztem az előző kis gondolatmenetet. Na mindegy, tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!